A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár, ezért az állami mobilegészségügyi és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag. A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Na, van egy csomó hírünk a szolgáltatókról. Mobil bizony, szolgáltatókról. Mozgolódik a mobil szektor, abszolút. Magyarországon, vagy legalábbis az egyik fele biztosan. Az egyik fele, az egy... mennyiről van hírunk? Igen, és három. Mondjuk kapásból. Legalább kettőről van, nem? Kettőről? Igen, majd meglátjuk. Kói Tamás, a hvsv.hu szakírója majd elmondja, hogy mik ezek a hírek. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, üdv a hallgatók! Hát, szia, jó, talán a Vodafone, igen, talán a Vodafone a legaktívabb, nem? Hát igen, igen, igen. Július 1-jében elkezdődött most már hivatalosan is a nyári nyaralási szezon, ami ugye manapság az ismert körülmények miatt elsősorban a belföldi turizmus fogja élénkíteni, és hát ilyenkor a mobilszolgáltatók műszaki részlegein bizony nem pihennek. A balatoni fejlesztésekről szól ilyenkor minden, hiszen nagyon sokan nyaralnak ilyenkor ebben az időszakban a tóparton, és hát bővíteni kell a hálózatokat, hiszen alapvetően ezek ugye nem arra vannak méretezve, hogy több millió embert kiszolgáljanak az év teljes egészében. És a újdonság az idei évben, hogy két szolgáltatónál, a Vodafone-nál és a Magyar Telekomnál is meg fog jelenni az 5G a Balatonnál, én először. Ugye eddig arról beszéltünk csak, hogy Budapesten, a fővárosban, ott is inkább a belső területeken volt elérhető az 5G hálózat. Most már a Balaton nagyobb üdülő városaiban nyaralók is, attól függően, hogy melyik szolgáltatónál van előfizetésük, és van-e megfelelő eszközük, igénybe tudják venni ezt a hálózatot. A Vodafone-nál talán annyiban mégis más a helyzet, hogy éppen a napokban jelentette be a szolgáltató, hogy nem csak a Balatonparton végezett 5G fejlesztéseket, illetve Budapesten, hanem néhány egyetemi nagyvárosban is, vagy egyetemi kampusz környékén, így például Szegeden, Pécsett, Egerben, Győrben, Debrecenben, Miskolcon. Tehát itt is szépen építik fel ezeket a hálózatokat, és a Vodafone konkrétan meg is mondta, hogy még idén legalább 300 5G-s bázis állomást szeretne üzembe állítani, és ezzel több százezer potenciális felhasználónak tudják elérhetővé tenni ezt a technológiát. Uh-huh. Ezek szerint erre fogyasztói igény van már az 5G-re, vagy ez ilyen presztízsberuházás, ne adj Isten, a jövőre készül a szolgáltató? Én azt mondanám, hogy fogyasztói igény egyelőre nincsen, uh-huh. Komoly fogyasztói igény egyelőre nincs, de nem vagyunk messze tőle, hogy legyen támasz a fogyasztói igény iránt a szolgáltatás iránt. Ugye nagyon-nagyon sok szakembertől hallani azt, hogy az lesz itt a vízválasztó, amikor majd az Apple is piacra dob egy 5G-s iPhone-t. Ha lehet hinni a pletykák, akkor ez idén ősszel, idén évvégén meg fog történni. Nagyon sokszor előfordult már a mobil történelemben, hogy amikor az Apple valamilyen technológiát felkarolt, akkor ez a technológia egy ilyen hirtelen felfutási fázisba került. Régen ezt a felnőtt filmek tudták, ugye? Igen. Most meg már átment, igen, az Apple-re. Igen, és most már az Apple lett a felnőtt filmek. Igen. Tehát azt jósolják szakemberek, hogy az iPhone, az 5G-s iPhone megjelenése fogja áttörni ezt a küszöböt, és hát addigra azért már nem árt, hogyha a szolgáltatóknak van bizonyos szinten kiépült hálózata, amit aztán igénybe tudnak venni, vagy használni tudnak ezekkel a készülékekkel. És aztán persze van egy kakukktojás, a Telenor Magyarország, akinek viszont még mindig nincsen 5G-s publikus szolgáltatása, és nem nagyon kommunikál ezzel kapcsolatban a Telenor semmit. Ők ugye azt mondják, hogy óvatos duhajok, ahogy te is mondtad, szerintük nem feltétlenül van meg erre még a felhasználó igény, akkor minek szaladjanak előre. De valójában úgy tűnik, hogy más indítatás állhat-e mögött a Telenornál, hiszen a Telenornál most egy nagyon komoly átalakulás zajlik épp a napokban, vagy talán pont ma történt meg ez a fontos változás, bár az ügyfelek számára valószínűleg nem sok vizet fog zavarni. A Telenor Magyarország kiszervezte a teljes rádiós hálózatát, a mobil hálózatának azt a részét, ami ugye a tornyok, a bázisállomások és egyéb olyan komponensek, amiket az ember oszlopokon és háztetőkön lát. Kiszervezte egy külső cégben, ami bár még ez nincsen hivatalosan bejelentve, de gyakorlatilag ez már nyílt titok. Kiszervezte egy külső cégben,
ami óriási jelentőségű lehet a piacon, hiszen innentől kezdve már ezt a hálózatot nem csak a Telenor Magyarország használhatja elvben, hanem bizonyos nagykereskedelmi modellek alapján akár más szolgáltatók is tudják igénybe venni ezeket a infrastruktúra elemeket, amiket a Telenor aztán ugye kiszervezett. És akkor itt jön képbe a negyedik szolgáltató, a legkisebb Digi, akinek viszont ugye nagyon gyenge egyelőre a fedése, az országos lefedettség. Még a hagyományos is, a többiek meg figyelem, ugye az 5G-n dolgoznak éppen. Így van, tehát egyelőre az Digi ott tart, hogy még beszédszolgáltatás sincsen az ország nagy részén, nemhogy internet, meg gyors internet, és az Diginek nagyon nagy szüksége lenne arra, hogy valamilyen módon bővíthesse az infrastruktúráját, és ez lehetséges egy út az ő számukra, hogy bérelnek a Telenortól bizonyos kapacitásokat. Mondjuk azért ez felvett bizonyos kérdéseket, például, hogy a Telenor miért akarná az egyik legnagyobb ellenfelét, piaci riválisát előnyhöz juttatni, vagy előnyben részesíteni. De például azt is, arra is felhívják a figyelmet szakemberek, hogy a Diginél nem jellemző, hogy ilyen nagy kereskedelmi ügyletekbe bonyolódna őket, így mindent erőből saját erővel oldottak meg. Meglátjuk, hogy most fog-e változni a helyzet így, hogy lett egy ilyen lehetőség, vagy lesz egy ilyen lehetőség vélhetően. Uh-huh. A Digi van egy kicsit talán lemaradva, ugye? Hát a Digi le van maradva, nem kicsit, nagyon, de hát a Diginek ugye van eleve 20 év lemaradása a piac többi szereplőjéhez képest, mármint ugye a Telekom, a Telenor és az utolsóként belépő Vodafone, azok már azért jó régóta építkeznek, felépítettek egy több milliós ügyfélbázist, azért ők is mondjuk azt, hogy a nulláról kezdték, tehát azért, amikor elindult a GSM éra a Magyarországon, akkor talán ti is emlékeztek, hogy az idősebb hallgatók emlékeznek rá, hogy azért nem nagyon volt ott sem mindenhol térerő, sőt, tehát konkrétan az első mobiltelefon bázisállomás, vagy az első mobiltelefon szolgáltatás, amelyek a Vestel 0660-ban volt, az egyetlen egy bázisállomás, sugározták Budapesten. Tehát azért nekik is kellett idő, mire ki tudták építeni ezt a szép, nagy, kiterjedtségű országos hálózatot. A Diginek is időre van szükség. Hát, kezdődik. Ezt én nem hiszem el, komolyan. Apa, kezdődik. Hát sajnos. Ajjaj. És most igen, pár perccel vagyunk 9 óra előtt, úgyhogy hát ez már lehet, hogy bele se fér. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Heti dózis, hogy lenne merő. A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Telekommunikáció, mi? Ugye? Az digitális ugrás. Nem tudom, az... én hány G meg... Le vagyok sújtva. Na mindegy, ez egy ilyen reggel, elnézést kérünk, drága hallgató közönség, hogy már a harmadik beszélgetés. Igen. Tudjuk ki, igen, melyik szolgáltató, igen, már írunk is neki. Üzenni tudtak a hallgatók? A hallgatók tudtak, úr. Na, igen. Nézzünk. Azt valamit mondja, előbb oldjuk meg a Budakeszi úton a mobil lefedettséget, utána jöhet az 5G. Igen, vannak ilyen lukak, nekem is a Balatoni úton van egy kanyar. Hát direkt ide járok nyaralni, több száz a lyukakban. Ne oldjuk már meg az összeset az égszerelmére. Meg azt hiányzik, hogy a Gede felhívjon. Ugye? Jól megérdemelt fizetett hát, szabadságom ja idején. Igen, úgyhogy vannak ilyen leárnyékolt területek, ahol hát nem tudom, hogy igen, ez már ez a long tail rész, ugye, igen, amikor ilyen kis lukacskákat kéne befoltozni drága tornyokkal. Fene tudja, hogy ez sorra kerül-e, vagy elvég a szolgáltatónak a 98,6-es lefedettség, vagy nem tudom, mekkora van. Igen. Na, kérem szépen, jó téma lenne, hogy az állami bérkiegészítés miért nem utalják? Nálunk még semmi nem jött, második hónapja. Igen, a hallgató, aztán... Ez melyik állami bérkiegészítés? Hát ez a Kurzarbeit biztos. Ja, igen. Azt mondja, sok tanácsadó van, aki 150-250 ezer forintos napi díjjal dolgozik, a nagy projekten dolgozik, lehet, hogy hónapokig, sőt van olyan, hogy több mint egy évig csak egy ügyfele lesz, mert teljesen kiterheli, költ, írja Laci.
És itt... Hát a sírás folytogat. Akkor csináljon egy rendes céget, vagy nem tudom én. Tehát, bocs, de adjuk össze, hogy mennyit fog keresni. Szabadúszóként projektmunkáim vannak, simán lehet 3 milliónál több egy ilyen, aztán lehet, hogy hónapokig semmi, úgy már nem hangzik jól ez a 40%-os. Az kétségtelen. Erre egy luxus KFT fenntartása. Igen, erre mondtuk ugye azt, hogy sajnos ők beleesnek, és próbáltam, nyilván nincs erre szám, illetve hát valahol van szám, a NAV-nál lehet, hogy van. Azt kéne megnézni, hogy ez mennyire jellemző. Tehát ez mint eset, ez egy biztos létező dolog. Csak kérdés a számosságuk, ugye valahol mindig valaki ráfázik, ugye arra kell törekedni a döntéshozónak, hogy minél kevesebben legyenek. Kérem szépen, a Budakeszi úton katonai objektum van, azért nincs lefedettség. Ja. Figyeljük meg ugyanezt a jelenséget a világpolitikailag érzékeny helyzetben lévő országok magyar külképviseleteinél is. Igen. Tehát megyünk lefelé a Zöldmáli úton, azt hiszem. Igen. És ott is van egy olyan nagykövetség, én most nem akarom nemzetbiztonsági okokból megnevezni, hogy nem hogy ki, de közel-keleti ország nagykövetsége, és ott is mindig már tudom, villanyoszlopra pontosan, hogy figyelj, most igen. Meg fogunk szakadni 30 másodperc, addig mondd, hogy túlulú, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést. Azt mondja, úgy látszik, a kormány nem érdekli, ha nincs munkám, akkor nincs bevételem, de ha van egy nagy, akkor legyen extra adó, írja E hallgató. Aztán mellékállásban ne keressen már senki 12 gurigát évi 600k-t adózik. Erről beszélek, hogy normális azért... Normális ez, mert akkor én és mindenki katázni fog. Igen, tehát az arányokat, meg az, hogy kik vannak a másik végén ennek a dolognak, azért azt is nézzük már meg. Ez egy nagyon jó adórendszer arra, amire kivel találva a szabadúszó újságíró, a fodrász, a stb., ahol ilyen pár tízezres tételek vannak, akár rendszeresen is egy irányba, és ott továbbra is fog működni. És valóban lesznek, akik meg ráfáznak. Azt mondta, ebből számomra egyértelművel vált, hogy a jogszabály a katalovagokat sújtja, akik azért katáznak, hogy elkerüljék az adókat, vagy cégük kényszeríti erre, hogy elkerüljék az adókat. A szabályozás ellenük szól, mert akiknek létrehozták a katát, azok nem fognak tudni kiszámlázni 3 millió forintot egy cégnek. Ha ki tudnának ennyit, akkor más vállalkozási formában dolgoznak, mert akkor több más cégnek is tudnának számlázni, akinek eredetileg kitalálták, azokat nem érintik. Nekik továbbra is egyszerű lesz a dolguk, mert 3-4-5 cégnek számláznak. Engem is sújt, mert én sem tudom kedvezően kivenni majd a pénzt, írja önkritikusan Jóska hallgató. Aztán adótanácsadó az egy kérdés, mi lenne azokkal, akik mondjuk rájönnek, hogy ahhoz, ami az alkalmazottként értenek, érthetnének a szabadpiacon és több ügyfél részére is, ott hagynák tehát a cégüket, de csak mint alkalmazott, és később a többi ügyfél mellett a volt cégüknek is elvégeznék ezt a tevékenységet. Ezt tiltani sem életszerű. Írja a hallgató. Akkor majd nem annak a cégnek számláz, akinél dolgozott, hanem egy testvércégnek. Ez nyilván arra vonatkozik, hogy ugye meg kéne tiltani, hogy ha elhagyod a cégedet, akkor utána egy bizonyos ideig visszaszámlázzál. Igen, azt azzal lehetne védeni. Aztán mi van még itt? Az M7-es, M1-es befelé az Osztyapenko után torlódik, koccanás miatt, ez már közlekedési információ. Aztán... Azért kell a szimkártyás fúrógép, mert vannak olyan pofátlanul idióta fúrógépek, amik képesek működni akár 20-30 évig, ezt a problémát oldja meg a szoftver szolgáltató, és mikor a szerver szolgáltatónak csődje, sem kell ahhoz, hogy beszüntesse a szolgáltatást. Letiltják távolról a fúrót, vegyél újat. Igen. Hát ugye a telefonoknál... A pénzügyi szektorban minden üzletkötő így veszi ki a pénzt. Ugye ez is egy árnyoldala a katának. Aztán mi van még itt? Remek lesz ez az új minden számítógépen megoldás. Aztán majd jön XY hacker egy laptop előtt, és lezár mindent, várja az utalás megérkezését, hogy újra a hozzáférést engedjen a usernek. Tudom, én régi módi vagyok, de ez is a jövő, írja a banános. Hát igen, ez benne van a pakliba az esélyét, azt nem tudom mekkora például, hogy valami áramellátási problémát okozzon, és akkor jól nem működik minden, főleg, hogy meddig tartana az. Na jó, ezen el lehet lamentálni egész addig, amíg László B. Kati meg nem jelenik a színen, és híreket nem mond nektek. Azután pedig visszajövünk még az utolsó órára, hogy folytassuk a Millás reggelit a 90.9 Jazzin. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.